leütés után, szép gól. Egyelőre minden sikerül. Én azt hiszem, hogy rá is férne a Ferencváros egy olyan mérkőzés, ahol, ahol tényleg minden összejön. Lekics, Dujber meggondolta, hogy esetleg letegye a sarokba Kovácsnak. Ez volt az igazán jó döntés. Dujber góljával 3 perc után 5-1. Dujber nagy lendületből, amit akar, azt csinál ő is. Már a harmadik gólja Dujbernek. Tökéletes időzítési zárást kapott Edzicstől. Lekics. Dujber. Lekopiszták ugyanazt, ami az előző előtti támadásban volt. Középső zárás Edzicstől. Polévová. Az jó. Úgyhogy hozzá lehet tenni akár az ötödiket is. Megvan. Hát Keti kedvenc pozíció, amikor így fellép, és labdaszerzéseknél érzetlen jó érzékel tudja a passzokba belenyúlni, elvinni, elcsenni a labdát. Dujber jön a heteshez. Dujber 6 gólos már. 100%-os minden lövése, betörése, átlövése, volt egy labdaszerzése. Dujber, hetedszer. Szilárdíthatja a pozícióját a gólövőlista dobogóján, képzeletbeli dobogóján Dujber. A kabinát viszont nem kell változtatni a Dujber. És ő sem változtat. A 8. gólját szerzi 8 kísérletből Dujber. És az egy ilyen szemfüles, mondhatnánk azt, hogy átjárt az összén a kapusnak. Dujber, oh. Ez a 10. Igen, egy könnyed csukló mozdulattal. Dujbernek a 11. gólja. Tökéletesen a támaszlába mellé.